A Hepkupától a miskolciak búcsúztatták el a cápákat, akik már az első negyedben jelezték, hogy ezúttal nem lesz meglepetés. 10 perc játék után 8, a nagyszünetben 15 ponttal vezetett a Vazsó Brunót nélkülöző Nyíregyháza. Fordulás után zárkózni kezdett a MEAFC, a hazaiak 10 pontot le is dolgoztak hátrányukból, de közelebb nem kerültek a vendégekhez. A záró 10 perc ismét a kék cápáké volt, a különbség nőni kezdett és végül magabiztos győzelmet aratott a listavezető, amelynek kispadról beszálló játékosai 24 ponttal járultak hozzá a sikerhez. Mindenféleképpen egy kemény mérkőzésre számítottam, a miskolci környezet ezt előzetesen bizonyította, hogy nagyon nehéz ott nyerni. A lényeg, hogy szerencsére úgy alakult a találkozó, hogy mi szerettük volna, azért mentünk, hogy nyerjünk, és úgy gondolom, hogy ezt megfelelőképpen tudtuk hozni. Valamilyen szinten visszajöttek, a második fél időre volt talán 5-6 pont is közötte a különbség, és akkor talán picit fölrejlett az, hogy még közelebb kerülhetnek, de azt hiszem, hogy akkor is tudtuk uralni a találkozót, és magabiztosan vezettünk végig. Nem gondolom, hogy egy másodpercig kétségben forgott az, vagy veszélyeztette bármi is a mi győzelmünket. A forduló további eredményei a következők: BKG Prima Ese Nagykőrös 104-74, PVSK Salgó Tarján 78-100, MAFC MTK Elite Basket 98-86, Budapesti Honvéd Vasas Akadémia 76-82, Budafok TF Budapest 99-92 és Veszprém Baja 81-99. A tabella élén a Nyíregyháza áll 15 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve a 14-4-es mutatóval rendelkező MAFCot. A kékcápák szerdán az utolsó előtti PVS fogadják. Szerencsére a csapatunk eljutott a fejlődésnek annak a pontjára, hogy nem nagyon kell a motivációt mozgatni a srácokban. Szerintem mindannyian tudják, hogy nekünk minden mérkőzés fontos, nem szabad hibáznunk. Már korábban is említettem, hogy a hibázási lehetőséget mi Baján és a Vasasnál előttük a bajnokság első két fordulójában. Éppen ezért nekünk ugyanúgy kell készülni, mint bármelyik találkozóra. A papírforma győzelmek pedig nem szoktak mindig olyan könnyűek lenni, mint ahogyan ezt előzetesen várjuk. Tehát nagyon bízom abban, hogy fogjuk tudni hozni ezt a találkozót is. Szeretném, hogyha sokan jönnének ki. Tudom, hogy a szerda 5 óra nem az az időpont, ami a legkedvezőbb a közönségünknek, de remélem, hogy munka után sokan veszik majd ide a Continental Arenába az irányt. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks PVSK mérkőzés szerdán 17 órakor kezdődik a Continental Arenában. A Kölcsei Televízió nézői pedig csütörtökön 20:30-tól láthatják a találkozót.